ünneplik, hogy egyelőre a kezdőrúgást elfelejtette elvégezni. Most ő küldi vissza az embereket, hogy ne jöjjenek utána. Hát nem tudom, hogy ezt meg lehet-e csinálni fotósokkal. Biztos lesz egy, és ha már egy lesz, akkor megy a többi is. De hát ki más is végezhetné el a kezdőrúgást, mint Puskás Ferenc. Egy darabka foci legenda, foci történelem, egy készfogás Graham Arnolddal. Viduka van még mellette. És remélem, hogy a magyar játékosok, a mi játékosaink is hozzá tudják tenni Puskás Ferenc ünnepléséhez azt a győzelmet, amit mindenki elvárna. Nem lesz könnyű. Említettem, hogy Európában játszol légiósokra épített ezúttal Venables. Nos, Belgiumban, Spanyolországban, Franciaországban, Horvátországban, Angliában rengeteg helyen szerepelnek ezek a játékosok. Majd szép lassan, ahogy megismerkedünk velük, ezt is számba vesszük. Tehát a Málta elleni 4-1-es győzelem után most hazai pályán, hazai közönség előtt, sőt, mi több, Puskás öcsi születésnapján. Elég álmosan kezd a magyar válogatott. Az ausztrálok cseppet sincsenek megilletődve. Slatter a Southamptonban játszik. Vigyázni a fejesre, gól! Vezetnek az ausztrálok. Aurelio Vidmar, most mondom, hogy álmosan kezdünk. 5. perc. A védők nem veszik komolyan, nem rúgják el a labdát. Slatter az, aki fölnéz, jó az átívelés, és bizony nagyon szép a fejes. Ezzel együtt elkerülhető gól lett volna, ha jobban figyelnek a mieink. Az átívelés remek, és hát persze ezek az idegen légiósok jól fejelnek. Az edzésen lehetett látni, hogy harcosak, kemények, eddig ezt bizonyítják. Milas, még jó lehet, Klaus próbálja megjátszani. Balog, jó, szép volt. Ügyes a középrehúzás, Balog ráfordul, remek kapáslövés. Horváth, Dombi, Illés, Mracskó, Aranyos, Plókai és a kapusposzton Sáfár bevetésre készen. Zelics, nagyon jó labda, Toni Vidmar lefutja az embereinket, Toni Vidmar, Bánfi. Sokkal gyorsabb, keresztúri föladja, szerencsére Bánfi nem. A második ausztrál szöglet. Babosnak kell figyelnie. Ide nem tud kijönni, ez messze van. Balog. Halmai vágja ki. Már jön is vissza. Kuttor. Lazarides. Nincs kint. Urbán, Lazarides már megy is utána, Urbán a győztes egyelőre. Torma még, nincs lesz Klaus gól helyzetben, Klaus még nagyon lassú, de belövi. 1-1. Már azt hittem, hogy beérik. Szerencsére még az utolsó pillanatban, mielőtt beérnék, Klaus 16-ról nagyon nagy gólt lő. Nincs lesz. Csúnyán beragad egy ausztrál védő, és Klaus megnézi a bal sarkot. 1-1. Balog felé a labda. Zelics mögötte. Mindenki háta mögé, és letöl. Hatalmas nagy felszabadító rugás. Aurelio Vidmar.
Ketten kísérik a támadás, Zelic kapja végül. Zelic, nincs Lesz, Babos! Graham Arnold labdáját védi, ugyanúgy, mint a klubmeccseken, imponáló magabiztossággal. Itt az indítás, nincs Lesz, és a lövés is jó, a védés pedig szenzációs. Jó az indítás. Be lehetne fordulni Klaus. És csak a fejét fogja a másik oldalon Nyilas. Annyira egyedül volt. Popovicsot forgatja meg Klaus. Ugyanoda-vissza. Nem túl látványos ez a tologatás. Minket meg annyiban zavarat, hogy nincs nálunk a labda. Még bejön, Keresztúri lába mellett elmegy. Viduka, ott a szabad ember, Babos is mellé nyúlt, és Halmai vágja ki. Itt most többen nagyon nagyot hibáztak. Viduka adja be, és itt Babosról is kijön a labda. Horvát teszi át a másik oldalra. Slatter átlépi ezúttal. Pontosan passzolnak az ausztrálok. Keresztúri mellett teszik tovább, Zelic. Lazarides. Megkerülős cselés bejön, Lazarides még. Ott az érkező ember, még egy, és kihagyják. Hát itt kigurigázták a magyar védelmet. Nagy mázlink van, hogy nem ment be. Lazarides. És aztán ketten is belőhetnék. 18 percet tart a második félidő. Továbbra is egy-egy az állás. Klaus. Kuttor éppen csak lemaradt. Klaus nagyon jó ütemben megy föl. Toni Vidmár, lőjem vagy ne lőjem, ez a hamletti kérdés. Lövi, Babos, ha! Kicsúszik a kezéből, de utána kap. Toni Vidmár jót választ végül, kis zavar. A játékvezető, mint a legjobb középpályásunk. Kuttor. Dombi indul les. Aztán marad a bevált Lazarides. Viduka. Lazarides, csak a jobb lábán. Viduka. Ho! Terry Van Abels joggal mérges. A lyukas magyar védelem mellett Viduka hagyja ki. Újabb nagy ausztrál zicser marad ki. 43. perc, egy egyes állásnál. Nagy hiba! Kihasználják! Muscat! Két vagy három hibát nem használtak ki, most a végén igen. Bocsánat, öcsi bácsi, ebből nem lesz szép születésnapi köszöntő. A gólszerző Vidmár veszi le, Muscat elé pattan, nagyon nagy gól. Ahogy belövi, az már szép, de hát ehhez kellett ez az elcsúszás, ez a bődületes védelmi hiba. Ez abszolút biztos kihasználás. Ausztrália vezet 2-1-re ellenünk a két ország első válogatott meccsén. Dombinak hosszú. Slatter. Nagy Norbert próbál lefordulni. Slatter nem hagyja békén.
nyilvánvaló, ennél sokkal, de sokkal jobb kell majd a svájciak elleni tétmérkőzésem, amely már itt van a nyakunkon, gyakorlatilag a hónap végén. Csank János is érzi mindezt. Kuttor. Aloisi. Még maga a két lábon járó csodálkozás. Terry Van Abels. Kiváló szakember, már kipihente az Európa-bajnokság idegfáradalmait. Némi szerencséje is van az ausztráloknak. Két érkező ember is. Bent van. 3-1. Aurelio Widmar második gólja. Hát az előbb azt mondtam, hogy bocsánat, öcsi bácsi, mit mondjak most? Muszkát adja át Aurelio Widmar egészen közelről. 3-1 Ausztráliának, kérem szépen. Nagyon gyönge a magyar csapat a mai meccsen. Még csak küzdeni sem küzd. Itt az átívelés, és ez most már biztos, hogy a végeredmény. Ausztrália 3-1 arányban nyer ellenünk.